Ilyen papírokból 300 ezer euró, vagyis több mint 90 millió forint értékben kell vásárolni, ha egy Európai Unión kívüli befektető gyors letelepedést akar Magyarországon. A legtöbbet értékesítő vállalkozás csak nem 3000 ügyféllel szerződött az elmúlt 3 évben. Ezt a céget és a többi közvetítőt az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága választotta ki, pontosabban a testület kormánypárti többsége. Az ellenzék most összehívta az ellenőrző albizottságot, Rogán Antalt a gazdasági bizottság korábbi elnökét és Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadót akarták meghallgatni, de sem ők, sem az albizottság kormánypárti tagjai nem jelentek meg. Az ülés mindössze 4 percig tartott. A jobbikos elnök azt mondta, kormány közeli emberek a barátaikat juttatták üzlethez. Ez a baráti kapcsolat aztán egyes cégek, egyes magánszemélyek, egyes offshore vállalkozások számára rendkívül jövedelmező üzletet eredményezett. A szocialisták úgy számolnak, az elmúlt 3 évben, amióta letelepedési kötvényt forgalmaznak, már több mint 80 milliárd forint tiszta hasznot húztak belőlük, az MSZP szerint átláthatatlan tulajdonosi hátterű cégek. Több mint 30 millió forintot keresnek ezek az offshore hátterű cégek egy letelepedési kötvény értékesítésén. A Fidesz frakció feleslegesnek és nevetségesnek tartja, hogy a letelepedési kötvényeket vizsgálná az albizottság, ezért maradtak távol az üléstől. A gazdasági bizottság fideszes elnöke szerint az ellenzék hangulatot akar kelteni, mert a képviselők már 3 éve a forgalmazó cégek kiválasztásánál is feltették volna a kérdéseiket. Megtehette volna bármelyik ellenzéki képviselő, hogy ezeket az ügyeket elhozza, firtatja és kérdéseket tesz fel, amire nyilvánvalóan vagy az ülésen, vagy később írásban választ kaphattak volna. Rogán Antal, aki a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos szabályok egyik megalkotója volt, 1 éve a Magyarul Baló című műsorban még a kérdést is visszautasította, hogy átláthatatlan magáncégek fölöznék le a sok milliárdos hasznot. Leghatározottabban visszautasítom, ugyanis egyetlen egy fillér közpénz nincsen ebben a programban, és ebből a magyar állam csak hasznot lát. Most is kerestük Rogán Antalt, a kormányzati tájékoztatási központ válaszolt, ők is azt írták, politikai hisztériakeltés folyik, illetve hogy a program pénzt hoz az országba, és egyetlen fillér közpénz sem visz el.